Sziasztok! Ma végre egy újabb utazás elejéről köszönthetlek benneteket. Ezúttal Franciaország lesz az úti cél, méghozzá a Snowtech-re megyünk síelni, és tök jó, mivel kocsival megyünk, ezért arra gondoltunk, hogy kihasználjuk az ezatt a szabadságot, és még megállunk útközben Pízában is, mielőtt elmennénk síelni, úgyhogy ott is kicsit szétnézünk, úgyhogy most már úton vagyunk, tartsatok velem! Na, megérkeztünk ide a főtérre, ahol itt egybe van ez a három csodaszép épület. Először itt baloldalt láthatjátok a keresztelőkápolnát, a székesegyházat, és mögötte pedig van a Ferde torony, ami igazából ennek a katedrálisnak, a székesegyháznak a harangozó tornya, úgyhogy most ide fogunk bemenni. A torony egyébként az 1100 és 300-as évek között épült, úgyhogy már elképesztő belegondolni, hogy majdnem 1000 éves, és már az építése elején elkezdett megfőlni, szimplán azért, mert a talajnak rossz volt a minősége. Most nagyjából 4 fokon dől, ami 3,5 méteres eltérést jelent a függőlegestől, ami tök furcsa, mert alapból arra azt gondolnék, hogy nem olyan sok, mégis azért baromi látványos. Úgyhogy most megyünk fel. Na, már itt vagyunk bent a toronyban, és olyan furcsa, hogy belülről meglepően kicsinek tűnik, és itt láthatjátok, hogy milyen a belseje, gyakorlatilag semmi sincs, nagyon érdekes. Na, elindultunk fölfelé, 296 ilyen lépcsőn kell végigmenni, hogy felérjünk, úgyhogy ez egy jó kis edzés lesz. Ezek a legutolsó lépcsők egyébként elképesztően ki van makkokva, nem csak egy picit meg vannak mélyedve, hanem konkrét ilyen árkok vannak benne, úgyhogy nagyon durva, mennyien mehettek már rajta. Felérve a tériszonyosok így érezhetik magukat. Felértem a torony tetejére, ami 57 méter magasom van, és nagyon érdekes, mert menet közben a lépcsőkön is folyamatosan érezni lehet ezt a dőlést, és itt, ha fentről lenézek, akkor nagyon vicces, mert olyan, mintha az utcák lennének Ferdék, mindjárt bemutatom. Na, itt vagyunk a torony tetején, ahol vannak a harangok, összesen 7 darab, minden zenei hangnak egy. Vannak köztük ilyen baromi nagyok, mint például ez is itt mellettem, de fönt meg, ahogy láthatjátok, vannak kisebbek is. És hát szerintem igencsak megérte régen harangozó embernek lenni, mert a harangok mögött egész jó a kilátás. És ha minden igaz, akkor a harangok közül ez az egy működik még most is, és 12 órankor lehet hallani. Egyébként meg abba hihetetlen belegondolni, hogy régen ugye nem volt itt ez a korlát, és csak így simán itt mászkáltak az emberek, mert gondolom, hogy nem sokan, de akkor is furcsa, így elég veszélyesnek tűnik így lenézve. Nézzétek, csak még kijöttünk a tengerparthoz is, épp már naplemente van, úgyhogy tökéletesebb ennél nem is lehetne, nagyon-nagyon szép a kilátás. Na, szép jó reggelt mindenkinek! Időközben megérkeztünk Franciaországra, a Snowtech-re, szóval innentől kezdve masszív síelés lesz a terv. Az az igazság, hogy ez már nem is az első napunk, de először kicsit aklimatizálódni szerettem volna, ugyanis azt tudni kell rólam, hogy a síelés nem a legnagyobb erősségem. Én tavaly síeltem legelőször, és hát nem volt a legnagyobb sikerekben teli élmény. Nagyon sokat estem és sokat sírtam, de most már tökre belejöttem és nagyon élvezem. Minden reggel már ilyen teljes izgatottsággal várom, hogy induljunk a pályára. Azt meg is mutatom nektek, hogy ahogy láthatjátok, ez itt az erkélyünk, és nagyon-nagyon közel vagyunk a pályákhoz, ott van már a felvonó, és aztán egész magasra fel is visz, szóval ez ilyen iszonyatosan kényelmes, hogy innen csak lesétálunk, és már indulhatunk is. Azért az az igazság, hogy én még így is főként a kék meg a zöld pályákon haladok, de így is sokszor van olyan, hogy a kék pályákon vannak olyan részek, amik egészen biztosan nem kékek, mert olyan kínszenvedéssel jövök le és halálfélelemmel, de tök jó érzés a végén, hogy ezt is megcsináltam, mi sikerült, úgyhogy ma is egy ilyen napnak nézünk elébe, de most már viszem magammal a kis kamerámat, és remélem, hogy nem fogom összetörni egyik esésnél sem, és tartsatok bele!
Most pedig irány a kedvenc útvonalam, 1650 méterről fel 1900-ra, és lefelé végig csak nagyon szuper zöld és kék nekem való pályák vannak, úgyhogy indulás is a felvonóra. Na most már haladunk felfelé a felvonón, egyébként kb. Ez az egyik kedvenc részem, mert gyönyörű mindig a táj, és lehet tanulmányozni, hogy ki hogyan siel, úgyhogy én is próbálom így ellesni, hogy milyen technikákat kell begyakorolni. Egyébként tegnap iszonyatosan ködös idő volt, és nagyon vicces volt, hogy nyitottuk fel a felvonón, és hátra néztünk, és a következő felvonón ülő embereket már nem lehetett látni, úgyhogy elég félelmetes volt, aztán a pályán is hatalmas köd volt, teljes halálfélelem volt igazából, mert azt se tudtam, merre van az útvonal, de túléltük, és ma meg csodaszép az idő. Most feljöttünk szuper magasra, 2500 méteren vagyunk, és itt fogunk ajánlni, és elképesztő, milyen csodaszép a háttér mögöttem, úgyhogy ezért megérte feljönni, még akkor is, ha valószínűleg lefelé szenvedni fogok. Na, feljöttünk még magasabbra, úgyhogy fel kellett vennem ezt a szuper kis macskás állarcot, amit már 2 éve rendeltem, és alig vártam, hogy felvehessem, és azért brutális a háttér mögöttem, úgyhogy ezért megérte feljönni. Na, sikeresen visszaértem a szállásra, 4:30-kor indulnak fel az utolsó felvonók, úgyhogy ilyenkor már egy kis pihi van, aztán pedig este kezdődnek a bulik, rengetegféle buli van itt a Snowetek-en. Én nem vagyok egy hatalmas party arc, úgyhogy én általában a tollasbában szoktam tölteni az én buli időmet, de egyébként ezen kívül is rengetegféle program van, például van szabadulószoba, karaoke est, mindenféle társas játékok, és a csajoknak még megcsinálják a hajukat, meg a sminkjüket is, ami szerintem tök király. Úgyhogy én most célba veszem a termál részleget, ugyanis egy kis fürdőzés következik, ami nagyon rám fér, jó kis lazítás lesz. Na, sajnos elég sérkeztünk az utolsó napunkhoz, úgyhogy indulunk hazafelé, hát egy jó hosszú út áll előttünk, de megint nem egyenesen hazamegyünk, hanem megállunk valahol, de még nem mondom el, hogy hol. Majd meglátjátok!